Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás június 16-án. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem én a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön még egy napi kártya. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő tervei, erre megadja a választ ez a felső kártya, és mutat egy szerelmes párt, és az égi hatalmat. És ez foglalkoztatja őt a gondolatban, szeret titeket, és hisz abban, hogy egy égi hatalom, a jó Isten segít abban, hogy ti boldogok legyetek. A második kérdés az volt, hogy milyenek az ő érzelmei, itt tartja a kezében ezt az arany pokált, és az mutatja a víz elemét. És a víz eleme jelenti az érzéseket. Ő szerelmes belétek, szeret titeket, és ő szeretne boldog lenni veletek, és ez a hite, ő bízik ebben, bízik az isteni segítségben is. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy mit közöl veletek, semmit nem közöl veletek. Itt ez a szám, ez a nulla azt jelenti, amire ő gondol, az ő tervei, de ő nem tesz lépéseket, nem közli az érzelmeit, nem mondja azt, hogy mit szeretne. Egy lépést előre, kettőt hátra, mert ő bizonytalan. Ez egy kicsit megnehezíti a ti helyzeteket, mert honnan tudjátok azt, hogy ő mire gondol, és mit akar, és milyenek az érzelmei. De nem kell, hogy hozzá forduljatok, hanem legyetek türelmesek, és ez a napi kártya azt jelenti, itt tisztázódnak az események, ezt mutatja ez a virág a háttérben, ez a kártya jelenti a büszkeséget is. Maradjatok a háttérben, várjatok, amíg ő közöl valamit veletek, valami konkrétumot, vagy mutatja nyitottságát. Megéri azt, hogy várjatok. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. Ez egy videó felvétel álnéven. Ha asztrológiával kiegészítve kéritek, akkor a díjam 8500 forint, asztrológia nélkül pedig 3500 forint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!